Tisztelt ünnepi közgyűlés! Köszöntöm ünnepi közgyűlésünk minden résztvevőjét. A rendkívüli közgyűlésen már megszólított, meghívottak körében köszöntöm a Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnokának képviseletében a parancsnokság törzsfőnökét, Csinga Mihály ezredes urat, tisztelettel tartom. Köszöntöm nagy tiszteletű Pálinkás Gyula, református lelkész urat. Hölgyeim és uraim! 45 esztendő nem kevés idő, egy fél emberélet, szűk másfél emberöltő, ami egy élet felnőtt. Így egy szervezet is bőven nagykorúvá válik 45 éves korára. Ilyen felnőtt szervezetté vált a szabadszálláson Honvéd Nyugdíjas Klub. Ez az évforduló, az alkalom az ünneplésre, és alkalom a visszatekintésre. Felkérem tehát egyesületünk elnökét, Bartasz Zoltán, ossza meg velünk ünnepi emlékező gondolatait. Tisztelt közgyűlés, tisztelt meg emlékező! Egy kis visszatekintésre hívom meg Önöket a mai napon, ebben a kis városban, ahol egykor 54 éven keresztül egy jelentős helyőrség működött. Az ünnepi közülés méltó alkalom arra egy rövid visszatekintésre és a jövőkép felvázolására. A város katona története 1951-től 2004. december 31-ig tartott. Több mint fél évszázad alatt sok ezer ember fordult meg, itt és sokan lettek a gyűjtment kategóriából törzslakosok, lokálpatrióták. A szolgálati évek múlásával azonban eljött és eljön a nyugállományba helyezést is. A Magyar Néphadsereg nyugállomban katonáinak szervezett összefogására a honvédelmi miniszter 20/1970-es számú parancsa rendelkezett úgy, hogy mindazon helyőrségekben létrehozhatók nyugdíjas klubok, ahol 15 fő részvétele biztosított. Szabadszálláson 1976. február 6-án a helyőrség parancsnokság támogatásával, a helyőrségi klub közreműködésével, közös összefogással alakult meg a fegyveres erők és testületek szabadszállási Kumbilla nyugdíjas klubja, az egyesület előtt szervezete. A megalakulást személy szerint Annus Antal helyőrségparancsnok, Takács István politikai helyettes és Annusné Kovács Palénia klubvezető celebrálták. A klub első vezetője Kül Vilmos, vezetőségi tagjai Gróf Antal és Tóth László volt. 15-ös létszámmal, az övében katonák és kettő fő rendőr összefogásával indult be a klub mozgalom azzal a céllal, hogy megfelelve a parancsban megfogalmazottaknak lehetővé tegye a honvédelem, a hazaszeretet eszményének ápolását, az aktív és a már nyugállományba vonult katonák, rendőrök közötti élő kapcsolat fenntartását, az aktív pihenés szervezését, a szociálisan hátrányban lévők segítését. Eredeti alapcélok némi kiegészítéssel ma is helytállóak. Az idő múlását jelzi, hogy alapító tagjaink közül már-már mindenki az égieknél teljesít szolgálatot. A klub létszáma lassan emelkedett figyelemmel az elmúltakra, kilépőkre, a belépőkre, a 90-es évektől mintegy 60-65 fő közöttire állt be, majd 2005-ben emelkedett meg 84-86 főre, majd ezt folyamatosan a tagszervezés és az egyesület tevékenységének elfogadását mutatja, hogy jelenleg 122 fős tagságot tudunk magunkénak mondani. A klub elnöki tisztét eddig a következő 11 személy töltötte be, és a 12. elnök vagyok én. Kül Vilmos 1976-tól, 1979-től Nagy Sándor, 81-től Vörös Imre, 82-től Tóth László, 86-tól Gazdag Géza,
88-tól Redlik László, 93-tól Havasi Ferenc, 98-tól Nagy Dezső, 99-től Gáspár Ferenc, és 2005-től Horváth Balázs István, majd Búr János volt, és 2013-tól vagyok én. A nyugdíjas klub vezetősége 1989-ben kezdeményezte a Bács-Kiskunhalyi Bíróságon a szervezeti edzékbevételét, mely december 20-ával jogerősen megtörtént. Az Egyesület 2005. április 13-ától a Honvéd Nyugdíjas Klub nevet viseli. Az Egyesület napjainkra bejegyzett közhasznú tevékenységet folytató, egyesületi formában működő társadalmi szervezet. Közhasznúsága a hagyományőrző, érdekképviseleti, sport és kulturális tevékenységben valósul meg. A tagösszetételünk széles körű, hiszen katonák, rendőrök, honvédségi dolgozók és hozzátartozói, valamint nyitott szervezete befogadója vagyunk mindazoknak, akik elfogadnak és elfogadhatók. Továbbá olyan személyek is, akik nem tartoznak közvetlen honvédségi, rendvédelmi érdekkörbe. Egyesületünk politikai tevékenységet nem folytat, de mint mindenki más, részese a politikai folyamatoknak. A tagság 26%-a nyugállományú katona, 25%-a nyugdíjas honvédségi dolgozó, 12%-a katona özvegy, vagy özvegy katona, 3%-a nyugállományú rendőr, a többi tagtársunk nem honvédségi, illetve rendvédelmi kötődésű, 59%-a a nő, az átlag életkor 66 év. A tagság 66%-a érhető el interneten, amely sokat segít a jó kapcsolattartásban. Legidősebb tagunk 91 éves, a legfiatalabb 30 éves. Egyesületünk Szabadszállásváros egyetlen nyugdíjas szervezete, melynek működési anyagi alapját a tagdíjak, pályázati és támogatási források képezik. 2007 évtől kiegészítve az adó 1%-os felajánlásából származó működési támogatással. Működési feltételek alapvetően rendezettek. A Honvédelmi Minisztérium Szabadszállásváros Önkormányzata Honvéd Nyugdíjas Klub közötti megállapodás, továbbá a Szabadszállásváros Önkormányzata Honvéd Nyugdíjas Klub közötti ingatlanhasználati megállapodás alapján térítésmentesen biztosított az állandó klubszoba, a rendezvényi helyszín, együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Honvédség tartalékképzés támogató parancsnoksággal, a 13-as számú hadkiegészítés toborzóirodával, a Bajtárs Egyesület Országos Szövetségével és a helyi Kígyós Horgász Egyesülettel. A klub stabil együttműködő, jó kapcsolatot tart fenn Szabadszállásváros önkormányzatával, más helyi társadalmi szervezetekkel, a befogadó József Attila közösségi házzal, a Beoszudar Délalföldi Régió Bács-Kiskun Békés és Csongrád Csanád megyékben működő társ tagegyesületeivel. 1999 óta vagyunk tagja a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének és a Beosz Délalföldi Régiójának. Működésünk fő területe szabadszállás, de kapcsolataink köre kiterjed a Berkő Kiskunság más településeire is. Az egyesület állandó rendszeres támogatásban nem részesül. Évente eseti támogatásért több-kevesebb sikerrel pályázunk a helyi önkormányzatnál, működési költségek kiegészítésére a Bajkársainkért Alapítványnál, a Nemzeti Együttműködési Alapnál, a Magyar Honvédségnél. Mindezeken túl az egyes rendezvények költségeihez támogatást kapunk a helyi vállalkozóktól. 1985 évben jelent meg az első írásos nyom a civil szféra felé történő nyitásra, ahol az akkori polgármester is szerepet vállalt a meghívottak között. Négy polgármester került kapcsolatba az egyesülettel. A város első embereként, mint támogató, illetve rendes, vagy pártoló tagként. Dr. Bak István
vagy 2002-től dr. Balázs Sándor és 2010-től dr. Bárdi Zoltán, illetve a jelenlegi polgármesterünk Narvas József. A Honvéd Nyugdíjas Klub Egyesület és az Magyar Honvédség Hadkiegészítés Központi Nyilvántartó Parancsnokság köszönhetően a Kecskeméti 13-as számú hadkiegészítő és toborzó iroda közötti együttműködési szerződés, valamint felkérés alapján részt veszünk a nyugállományi katonák, nyugdíjas honvédségi dolgozók érdekében végzett szociális és érdekvédelmi tevékenységben. Hát ez látogatásokban, adatközlésekben, segélyek közvetítési ürültetéssel kapcsolatos és kenyeleti támogatásokat foglal magába. Tagjaink közül többen tagjai a Kiskun Néptalkörnek és a helyi tűzoltó egyesületben is jelen vagyunk. A rendezvényeink között megtalálható a kulturális programok, kirándulások és fürdőlátogatások, az ünnepi megemlékezések, a kenyeleti tevékenység, a társadalmi akciókban való részvétel, fontos alkalmak a klub életében, a kerekévfordulós taktársai születésnapi köszöntése, mint ez az előzőekben már látott. Az Egyesület a BEOSZ Dél-Alföldi Régió rendezvénye az évenkénti régió vajdási találkozó, mellett hat tagegyesülete együtt az úgynevezett kistérségi találkozó rendszeres szervezője vagy résztvevője vagyunk. Főszervezője vagyunk a közösségi házzal együttműködésben az 1943-as Dunai áttörés emlékére, továbbá a Hősök napja és a Halottak napja alkalmával történő megemlékezésre. 2005-től közreműködőként, majd 2007-től a József Attila Közösségi Házzal együttműködve főszervezőként készítjük, előszervezzük a szabadszállási helyőrségi honvéd találkozókat. A klub az önkormányzattal együttműködésben ápolja és gondozója a Valva szabadszálláson állomásozó alakulatok emlékparkjának, a Parancsnokok parkjának, valamint a Ugyanya Mátyás helyőrségi gyűjteménynek. A temetőkertben 2009-ben a már létező szabadszállási katonák emlékoszlopa mellé felállítottuk a szabadszállási honvédségi dolgozók emlékoszlopát, ennek feladásával létrehoztuk a szabadszállási honvéd emlékhelyet. 2010 évtől a Strázsató Egyesület, a Barátok FC nem csak a település sport életében, hanem országosan is elismerés kivívóan működik. A tagozat tagjai több éve aktív szereplői és szervezői a kispályás labdarúgásnak, mind ifjúsági, mind pedig felnőtt és szenior kategóriában. 2014-ben Kunatas szabadszállás és izsák települések érintésével kiépítése került egy közel 40 kilométeres úgynevezett sárga túraútvonal, mely része az országos turista hálózatnak, melynek bázisán évi 4 alkalommal helyi és országos túrát és teljesítmény túrát szervezünk. A klub fennállása 30. évforduló alkalmával a honvédelmi miniszter, a honvéd vezérkarfőnöke díszoklevele, szabadszállás város önkormányzata és polgármestere városi zászlót az idősek világnapján a végzett munkáért Bács-Kiskun megye közgyűlése elnöke díszoklevelet és emléktárgyat adományozott az Egyesület részére. A 35 és 40 éves évfordulóra a honvédelmi miniszter vezérkarfőnöke díszoklevelet, Bajtárs Egyesületek Országos Szövetségre emléklapot, a klub elnökének oklevelet, plakettet, több társadalmi egyesület zászlószalagot adományozott. Az elmúlt esztendőkben az egyesület tagjai és támogatói közül többen kapták meg az aranykor, a honvédelemért kitüntető cím különböző fokozatai, honvédelmi miniszteri, illetve az vezérkarfőnöki emlékplakettet, továbbá a Honvéd Nyugdíjas Klub emlékplakettet, vagy oklevél elismerésben részesültek. 2019-ben emlékművet állítottunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc őseinek emlékezetére.
támogatóink hozzájárulását szerint lehetőségeink figyelembevételével arany, ezüst és bronzfokozatú elismerők oklevéllel köszönjük meg. A klubunk rendszeresen számoltat tevékenységével internetes közösségi oldalán, a Bajtársi Hírlevélben, a Szabadszállási Hírmondóban, a Városi Televízióban, a BEOSZ, a Magyar Honvédség oldalán és a Megyei Napilapban. Természetesen ilyen rövid visszaemlékezésben minden területet csak érinteni tudtam, de kívánom, hogy a klubtagságban jó egészségben tegye dolgát, és továbbra is érezze jól magát ebben a közösségben. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm szépen! Tisztelt ünnepi közgyűlés! Az Egyesület eddig létezése, élete során sokan hozzájárultak ahhoz, hogy megszülethessünk, működjön az Egyesület, fennmaradjon és fejlődjön ez a társulás, hogy elősegítse tagjai közösségi létét, hogy részese legyen Szabadszállás város közéletének. Eközben Egyesületünk számos szervezettel együtt is működött. Ezért az ünneplés része kell, hogy legyen a köszöntés, valamint a közösség szolgálatában végzett munka és támogatás elismerése. Most felkérem a Magyar Honvédség Katonai Igazgatás és Központi Hivatal Parancsnokság 13. hadkerület toborzóival vezetőjét Kádani Sándor őrnagyurat, hogy ismertesse Magyarország Honvédelmi Miniszterének és Magyar Honvédség Parancsnokának levelét. Tisztelt Közgyűlés, Hölgyeim és Uraim! Köszöntöm a megalakulásának 45. évfordulóját ünneplő Szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub minden tagját, hozzátartozóikat és az ünnepségen megbegyülteket. Külön köszöntöm Farkas Zoltán János nyugállományú alezredes urat, egyesületük elnökét, aki fáradhatatlanul irányítja tevékenységüket. Szabadszállásnak már a török hadjáratok idején is komoly hadászati jelentősége volt. Polgárai büszkén tekinthetnek vissza az egykoron és a közelmúltban a helyőrségben települt katonai szervezetekre egyaránt. A helyőrségben szolgáló katonák 1976. február 6-án alakították meg a mai klub jogerőt szervezetét a bajtársi szellem fenntartásának igényével, és azzal a céllal, hogy a nyugállományba vonult katonáknak tartalmas, közösségépítő elfoglaltságot és hatékony érdekképviseletet nyújtson. Egyesületük megalakulásának 45. évfordulójának alkalmából köszönetemet fejezem ki, hogy kötelességüknek érzik a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem népszerűsítését, a fiatalok honvédelmi nevelését, hátrányos helyzetű rászoruló bajtársai támogatását, a tagság érdekvédelmét és tájékoztatását. Megbecsülés és tisztelet illeti önöket hazánk történelmi évfordulóiról való tisztelgő megemlékezéseikért, emléktábla és emlékoszlop állításáért, a nemzedékek közötti összekapcsolódást erősítő évenkénti honvéd találkozók megszervezéséért, a magyar katonai hagyományok életben tartása érdekében végzett tevékenységüket. Köszönöm önöknek a Hunyadi Mátyás helyőrségi gyűjtemény megőrzése és bővítése, a helyőrség emlékhelyének gondozása során végzett munkát. Külön elismerésemet fejezem ki az egyesületünk keretein belül működő Strázsa Túra Egyesület tagozatának az egészségmegőrzés területén a szabadidő színvonalas eltöltése, a mozgásforma népszerűsítése érdekében végzett tevékenységéért. Kérem, hogy áldozatos és felelősségteljes munkájukkal erősítsék tovább a Magyar Honvédség jó hírét, képviseljék értékeinket és érdekeinket. Ápolják szép hagyományaikat, valamint kapcsolataikat Szabadszállás és környéke polgáraival. Platón írta egykor, ne becsüljük le a múltat, hanem tekintsük rá úgy, mint a jelen gyökerére. A jelent pedig lássuk olyan erős törzsnek, amely fenntartja a jövő lombozatát. Az önök múltban végzett elhivatott szolgálata honvédségük gyökerét jelenti. Jelenbéli tevékenysége pedig iránymutat az eljövendő generációknak, erősítve a Magyar Honvédség jó hírét. Ezen jelentős évfordulón sok sikert kívánok a közösségnek, tagjainak pedig hosszú, boldog életet,
erőben és egészségben. Budapest 2021. július 2-a. Dr. Ruszin Szendi Romulus vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnoka. Hölgyeim és Uraim! A katonák katonai szervezetek részére fontos tárgyi és eszmei szimbólum a becsület és dicsőség jelképe, a zászló, a csapatzászló. Hasonlóképpen fontos egyesületünk életében is a Honvéd Nyugdíjas Klub zászlója, hiszen a közösség köszöntésére, elismerésére a legfelemelőbb mód a szervezetet kísérő jelkép, a zászló és annak ékítése. Közösségünk tevékenységnek elismeréseként Szabadszállásváros önkormányzata megalakulásunk 30. évfélre alkalmából 2006. augusztus 20-án zászlót adományozott szervezetünk részére. A mai napon, a megalakulásunk 45. évfordulója kapcsán ismét egy számunkra fontos, mindenképpen megtisztelő és kötelezettségeket is jelentő eseményre kerül sor. Bejelentem, hogy a Magyar Honvédség Tartalékképzős Támogató Parancsnokság parancsnoka figyelem van az előtt szervezettel, az MH Logisztikai Központtal fennállt régebbi kapcsolatunkra is, zászlót adományoz a Honvéd Nyugdíjas Klub részére. Zászlóljők a színpadra. Felkérem Csinga Mihály ezredes urat és Farkas Zoltán jogállami elnök ezredes urat, az Egyesület elnökét a zászló átadására és átvitelére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ugye egy zászló átadás beszéd nélkül nem megy, meg köszöntés nélkül nem megy, főleg, hogyha ilyen messziről jöttem és ilyen régóta nem voltam itt, úgyhogy legyenek szívesek meghallgatni először is a köszöntőmet, és utána pedig majd a tettek mezére lépünk. Köszönöm szépen! Tisztelt Önök a ünnepi közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Egyegyűltek! Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy felidézzem, miként emlékezett dr. V. Ferenc nyugállományi vezérezetes úr 2018-ban a 145. önálló harckocsiklandbeállítósó parancsnoka. Idézett. Sokat jelentett nekem ez a harckocsikó csapat. Nagy katonacsaládot, összetartó közösséget. Hitet és hazaszeretetet, a hazaszolgáltat. Emberek sokaságát és sokféleségét, melyek egy alkotó közösségbe fordtak ebbe. Csapatot, erős és töretlen csapatszellemet, nekem, nekünk, ezt jelentette, és ezt jelenti ma is szabadszállás. Aki szabadszálláson sok szolgált, sosem felejti el ezt a várost. Idézetbe zárva. Így érzem én is. Szabadszállás katona története a régmódszállban, akik nyúlik vissza, a honvédség fontos folyamatos jelenléte a településen azonban 1951-ben kezdődött meg csak. Ezután a katonai szervezetek száma folyamatosan bővült. 12-re nőtt. Ezen alakulatok jelképe az a 12 beremendi mészkőtömb és lisztábla, amely mind a mai napig őrzik a helyőrség fennállásának 53 év alatt szabadszálláson működő szervezetek emlékét. A város, ami jogerőtök fennállását is beleszámítva, 42 éve áttanult otthont az Alföldi Kiképző Központnak, ami az utolsó működő alakulatként 2004-ben zárt be kapuit. A Magyar Honvédség lemondott laktanyáiról, iskolájáról, infrastruktúráiról, és ezzel szabadszállás fizikailag megszűnt katonáiságban. Annak ellenére azonban, hogy a Magyar Honvédség elhagyta a várost, a katona elődös szellemisége, a katonai értékek ismerete és a tisztelete a mai napig sem szűnt meg. A Honvéd Nyugdíjas Klub folytatja a hagyományok őrzését és ápolását. Tisztelt hallgatóság! Az Rémi Honvédelmi és haderőfejlesztési program sikere csak a hagyományait tisztelő, hazájukat szerető, a szülőföldet tenni akaró állampolgárok támogatásával érhető el. A katona hagyományok ápolása
A találkozási lehetőség biztosítása az egykoron sorsközösségben élünk, és a fiatalabb korosztályok számára a sport és szabadidős tevékenységek szervezése mind hozzájárul a honvédelmi ügyét támogató társadalmi összefogás megteremtéséhez. Akárcsak a helyőrség, a honvéd klub is jelentős módtal rendelkezik, hiszen 1976. február 6-án alakult meg, és azóta is helyőrség szinten képviseli az egykori szabadszállások állomásokat valamint katonai szervezet. A katonai alakulatok megszűnését követően 2005-től évente megrendezik a szabadszállás helyőrségi honvéd találkozót, melyet a Honvéd Nyugdíjas Klub, a József Attila Közösségi Ház és Szabadszállás Város Önkormányzata közreműködésével szervez. Tevékenységünk azonban nem merült ennyibe. A klub kezdeményezte és szervezi a Doni áttörés évfordulóján a megemlékezéseket, a koszorúzást és az áldozatok emléke előtti tisztelgést a II. Világháborús emlékművé. Sikereik között könyvelhetik el a 650 évfordulóinkra emlékezünk elnevezési rendezésorozat megszervezését, amely a sport és túra szakáguk szertágazó eseményeit is magába foglalja. Nem véletlenül említett meg, kispályás labdarúgó csapatuk, a Barátok FC Krisztusi Korvalék. És külön kiemelendő, hogy a túra szakág rendezvényei negyedévről negyedévre több száz résztvevőt vonz szabadszállásra. A Honvéd Nyugdíjas Klub azonban nem csak a hagyományokat ápolja és a katonai erényeket népszerűsíti, hanem aktív együttműködést alakított ki működő katonai alakulatokkal is. Magyar Honvédség Logisztikai Központ és a Honvéd Nyugdíjas Klub között 2016-ban jött létre az együttműködési megállapodás. Ennek eredményeként a klub képviselők megismerték a katonai szervezet életét, a Magyar Honvédség logisztikai támogató rendszerét, és több alkalommal vettek részt a központ rendezvényen programjait. Ezzel párhuzamosan a logisztikai központ képviselő is meghívást kaptak a klub számos rendezvényére. Támogatást nyújtottak a klub logisztikai területen megvalósuló hagyományőrző tevékenységéhez, működéséhez, továbbá a logisztikai központ parancsnoka védnökséget vállalt a klub kiemelt rendezvények lebonyolítása során. A Magyar Honvédség átalakításával, a logisztikai központ megszűnésével azonban az együttműködés nem szűnt meg, hiszen a tavalyi évben a jogutó tartalékképző és támogató parancsnokság parancsnoka, valamint a nyugdíjas klub elnöke aláírta a közös munka folytatásához szóló dokumentumot. És itt önök előtt megígérhetem, hogy továbbra is támogatni fogjuk az önök állatatos tevékenységét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Zárásként köszönetet szeretnék mondani a klub elnökségének és tagságának, azért, hogy nem hagyják feledés homályába veszni a város katona múltját, ápolják hagyományainkat és megismertetik a katonai értékeket a fiatalokkal. Ezzel is hozzájárul a honvédelmi közös ügyéhez. Külön köszönet illeti a város vezetését, hogy mindezt az állatatos munkát támogatja, követendő példát mutatva ezzel minden magyar településnek. Boldog születésnapot, hosszú egészséges életet és pandémiamentes életet kívánunk önöknek. Isten éltesse mindannyiunkat. Hölgyeim és Uraim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket. És természetesen, amiért jöttünk, hát a csapatzászlót oda kellene adni. Itt a Horváth ezres úr elmondta, hogy mit jelent a katonának a csapatzászló. Önök majdnem mindannyian volt katonák, polgári alkalmazottak, kinevezett polgári alkalmazott, és már van önök között honvédelmi alkalmazott is. És nagyon sok olyan ember van önök között, akik ezekkel a szellemiséggel együtt élnek. A csapatzászló mindig az együtt való tartozást jelképezi. Én most ennek az együtt tartozásnak a jelképeként szeretném átadni önöknek a csapatzászlót,
de előtte mindenféleképpen meg szeretném önöket, mint a nyugdíjas klubot köszönteni születésnapok alkalmából. A szabadszállási Honvéd nyugdíjas klub fennállásának 45. évfordulója alkalmából oklevelet adományoz a tartalékképzés támogató parancsnoknak. Szervezet életében a csapatzászló, illetve jelen esetben, ha nem is csapatzászló, de a nyugdíjas klub zászlója az összetartozás, az együtt tartozás és jelképe. Nem beszélve arról, hogy egy nyugdíjas katonai szervezet részére kiemelkedő dolog az, hogy az élő katonai szervezetek nem mondanak le a nyugdíjas szervezetek támogatásáról, számítanak azok munkájára és figyelembe kísérjük azokat a tevékenységeket, amelyeket végzik. Mi is igyekszünk ennek az elvárásnak megfelelni, és köszönöm szépen a zászlóadományást. És felkérem nagy tiszteletű Pálinkás Gyula református lelkész urat, álljon meg a zászlót. Szeretettel köszöntöm a közgyűlést az apostol szavával. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztus. Tisztelt közgyűlés! A Zsoltárok könyvének 46. részéből olvasok néhány igeverset, ezt hallgassuk meg, így hangzik a 46. Zsoltár. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, a háborúknak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a helyek. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségét, íjat tör össze, láncsát törd el szét, arcikocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld, a seregek oda velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. A zászló jelképezi azt, hogy akik mögé sorakoznak.
együvé tartoznak, ahogyan hallottuk is az imént, és most ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérünk, áld meg ez zászlót, hogy aki hitük szimbólumaként, a hit és a bizalom jeleként azt magukénak tartják, és köréje sorakoznak, legyenek hűségesek a hagyományhoz, a múlt értékes örökségéhez, a kultúrához, a hazához, nemzethez, szülőföldhöz és hozzá, Urunk Istenünk. Amen. És fogadjátok az áldást. Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr és könyörüljön rajta. Fordítsa felé országát az Úr, és adjon neked békességet. Tisztelt ünnepi közgyűlés, elismerések átadással felkérem az előjárók és a Magyar Honvédség Dataegyképző és Támogató Parancsnokság parancsnokának képviseletében parancsnokság törzsfőnökét, Csinga Mihály ezredesurat. Megszólítottakat kérem majd, hogy legyenek szívesek a színpadra felfáradni elismerések átvételére. Magyarország Honvédelmi Minisztere önvállalmányi szervezet, valamint a honvédelmi ügye érdekében huzamos időn át végzett állunkája elismeréseként a honvédelemért kitüntető cím harmadik fokozatát adományozza Kupeci Pál önvállalmányi alezredesnek. Révész Ferenc önvállalmányú őrnagyúrnak. A honvédelmi miniszter emléktárgyat adományozott Kertész Farkas Sándor névű hölgynek. Parancsnok nagy emléktárgyat adományozott Szalai Lászlónak. A Magyar Honvédség tartalékképző és támogató parancsnokság parancsnoka emléktárgyat adományoz Birké vagy nyugállományú törzszászlósnak. Buza Vince nyugállományú alezredesnek. Zoltán János nyugállományi alezredesnek. Ez így szokott lenni, nem? Én magam 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 magam
Köszönöm szépen ezredes úrnak a közreműködését.